Régóta várt beruházás valósult meg Öreghegyen. Hétfőn reggel megtörtént a kiszélesített Verbói utca Kassai utca csatlakozásának műszaki átadása. A felújítás a lakók régi igénye volt már. Lángi Judit, a Városgondnokság útfenntartás divízió vezetője híradónknak elmondta, 2021-ben megújították a Verbói utcát, akkor a teljes szakasz aszfaltburkolat cseréje és szegélyépítése együtt megtörtént. Azonban a kivitelezés közben kiderült, hogy a csomópont kiszélesítésére lesz szükség. Az elmúlt időszakban a tervezést meg tudtuk tenni. Ugye itt ebben a kivitelezésben támfalat kellett építenünk, a villanyoszlopot kellett kicserélni, amin az erős és a gyenge áramú hálózat van. 51 négyzetméter térkőburkolat készült a járda burkolataként, és 175 négyzetméter aszfaltburkolat épült még. A beruházás kapcsán a Városrész önkormányzati képviselője azt mondta, az útfelújításakor már világos volt, hogy itt nem biztonságos a be- és kikanyarodás, gyalogosan, babakocsival, kerekesszékkel rendkívül nehéz volt kijutni az utcából. Szerették volna biztonságosabbá tenni a közlekedést a csomópontban. 19 millió forintba került, de úgy érzem, hogy a lakók biztonsága mindent megér. Ennek szellemében folytatjuk egyébként a munkát Öreghegyen, hiszen felújítottuk a Zsolnai úti nagy járdaszakaszt, ami már nagyon balesetveszélyes volt egy-két helyen, és került egy buszmegálló a Túrózsáki útra, hogy az Öreghegyre feljövők végre ne ázzanak az esőben. Üstör Anna Mária hozzátette, a jövőben is folytatódnak az út és járda felújítások Öreghegyen.